Egy boríték a Pivaxba címezve. Nem olvasta Pivax Károly Kávéhez tulajdonos hirdetését? A tolnai városi ünnepségen Appelszófer Ágnes, a település polgármestere azt mondta, minden generáció lehetőséget kap arra, hogy a márciusi hősök nyomdokaiba lépjen. A kezünkben van a lehetőség, hogy mi is 1848 örökösei legyünk. 1848. március 15-e a fiatalok győzelme volt. Ők voltak akkor is, ma is a nemzeti jövő zálogai. Tették azt, amit feladatul vállaltak, célul tűztek ki, s jól cselekedtek. Nem futamodtak meg az akkori, sokkal keményebb körülmények között sem. A műsort Dudai Gabriella és Schneider Zsuzsanna a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanárai készítették. Olyan színdarabot állítottak össze, amely eltér a szokásostól, hiszen a március 15-i események másnapját mutatja be. Amikor az utcaseprők mindenféle relikviákat találnak az előző napról, és az utca népe, ahogy kommunikál ezek alapján az utcaseprőkkel, végül is megelevenedik az előző nap minden eseménye, minden fontos eseménye. Megpróbáltuk megnézni a kulturális eseményeket, és a történelmi hűséghez próbáltunk ragaszkodni. Schneider Zsuzsanna fontosnak tartja, hogy a tanulók minden egyes évben átérezzék ennek a napnak a jelentőségét. Nagyon sok olyan történelmi emlékkel dúsítottuk a műsort, majd a kivetítőn lehet látni, amik kortárs feljegyzések, fotók és grafikákat tartalmaz majd a videóvetítés. Hát a nemzeti öntudatunk része, úgyhogy muszáj, hogy megismerik a gyerekek és beépüljön később. És majd, hogyha ma ők is szülőként jönnek el megnézni a gyermekeiket, akkor ők is ugyanígy átérezhessék a nap örömeit. A diákok hosszú ideig készültek a műsorra, azonban a befektetett munka meghozta a gyümölcsét. Nagyon jól össze tudtunk kapcsolódni így a szereplőkkel. Nagyon örülök, hogy másik osztályokkal tudtam együtt dolgozni, mert így nagyon összehozott minket az évfolyamokkal, és nagyon várom, hogy már legyen következő alkalom. A műsort követően a megjelentek koszorúkat helyeztek el közösen a Tolnai Szent István Parkban.